Szombaton benépesült a kishegyesi focipálya, családok, baráti társaságok és egyesületi csoportok is fakanalat ragadtak. Már a reggeli órákban tüzet gyújtottak a csapatok és hozzáfogtak a fogások elkészítésének. Közel 40 főzőcsoport versenyzett. Ismeretség megvan, elbeszélgetünk különböző, ugye ez egy magában egy szórakozás is, meg a különben szeressük a birkát is, a kecskét is. Amíg a felnőttek a finomságokat készítették, a kicsik kihasználták a pálya zöld gyepét, labdáztak, heverésztek. Kell egy kis kikapcsolódás, meg főleg a gyereket kihozni focira, meg hát szeretünk élni, ez látszik is rajtunk, úgy az egész családon, úgyhogy ennyi. Kecskét főzünk, kecske bográcsos lett. Több civil szervezet is benevezett a versenyre, a Nyugdíjas Egyesület veteránjai sem maradtak ki a szabadtéri programból. Nagyon szeretünk, jó a hangulat, zene szól, míg ezt legyen a kalácsítés, szóval jó a szervezés. A finom ízekről, a találkozásokról és a közösségi létről szólnak az ilyen típusú rendezvények az alpolgármester szerint. Kishegyes Község Önkormányzat az idejében is fő támogatója a kecskefőző versenynek. Ezekre a rendezvényekre mindig elkülönítünk forrásokat, és azt gondolom, hogy az ilyen dolgokon nem szabad spórolnunk. A kecsketenyésztőket tömörítő civil szervezet idén ünnepli fennállásának 10 éves jubileumát. A hagyományos birka és kecske ételek főzőversenyének is több éves múltja van Kishegyesen. El van hanyagolva eléggé, juhi is a kecsketenyésztés környékünkön, és mi szeretnénk egy kicsit népszerűsíteni, hogy minél többen foglalkozzanak ezzel, különösen a fiatalok tekintettel a nagy munkanélküliségére, stb. Az elkészült finomságokat ezúttal is szakmai zsűri rangsorolta, a program közös ebéddel zárult.